Idén volt először Újbudán a Csernyánszky Imre országos középiskolai pneumatika verseny döntője. A 22. alkalommal megrendezett verseny a mechatronikai szakközépiskolában zajlott, április 16-tól 18-ig. A pneumatika tulajdonképpen az ipari rendszereknek, az ipari automatizált berendezéseknek az egyik legfontosabb hajtórendszere. Ezek a sűrített levegős eszközök, összefoglaló néven pneumatikus eszközök mozgatnak nagyon sok olyan gyártó, illetve közlekedési eszköz alkatrészt, amivel akár a mindennapokban, akár az üzemekben találkozhatunk. Például? Például ilyen az autóbuszok ajtaja, amikor szuszogást hallunk, akkor a pneumatika működik, vagy éppen a metróajtók, a sűrített levegős légfékek, és így tovább. 16 iskolából, Szent Gotthártól Vásárosnaményig az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek a diákok. A megmérettetés két részből állt, egy egyéni írásbeli tesztből és egy gyakorlati feladatból. Az utóbbit két fős csapatoknak kellett megoldani. Ahogyan megy előre a világ, a legfontosabb tapasztalatunk, hogy az ifjak egyáltalán nem sínylik meg a változásokat, az információ halmazt, ami feljön, vele együtt nőnek. És az a gyerekecske, aki két csomag legó közé jött a világra, annak különösebben nagy gondot nem okoznak a pneumatikus elemekből kapcsolásoknak az összeállításai. Persze a szakma az ebből a játékban, nem csak ebből a játékból áll, ebben nem merül ki. Itt azért alapos elméleti tudásra is szükség van. Mechatronika, pneumatika, piaci és vezérlés technika. A verseny évről évre folyamatos fejlődésen megy keresztül, és igyekszik megfelelni az aktuális ipari trendek kihívásainak. Jövőre egy úgynevezett hibadiagnosztikai modullal bővül majd. Egy ilyen komplexebb vállalati technológiát szeretnénk hozni a versenyzőknek, ahol ők egy előre gyártott hibát vagy hiba rendszert meg fognak fejteni, elhárítják, leírják, hogy mi volt a hibatünet, megpróbálnak egy megfelelő megoldást keresni, ezáltal is egy kicsit megfeleltetjük az ipari elvárásoknak. Az esemény zárásaként a versenyben résztvevők egy ünnepélyes faültetésen vettek részt a mechatronikai szakközépiskola udvarán. Ahogy az igazgatónő elmondta, itt körbe-körbe a Rétköz utca melletti kis parkban az elmúlt 25 év eseményei tiszteletére minden egyes alkalommal ültettek egy-egy fát. Én, mint tőzsgyökeres gazdagréti, ezt nem is tudtam, úgyhogy ezentúl egész más szemmel fogok nézni ezekre a gyönyörű fákra.